tornerò un ginocchio da te, l'altra non è. Hamisítatlanul a hangulattal várták a Veszprémi Villa Medici étterem vendégeit a május közepén rendezett boresten. Az érkezők kipróbálhatták az igazi robogó matuzs elemeket, majd habzó borral melegíthettek be az esti menühöz. Che hanno pianto per me, io cercherò il perdono da te. Csodálatos olasz habzóborokat hoztunk ide kóstoltatni, a Villa Sandi borait, proseccoit és koktéljait. A cégünkről annyit kell tudni, hogy 3 éve kizárólagos forgalmazói vagyunk ennek a márkának Magyarországon. Nagyobb sikerrel most már elmondhatom, egyre több helyen keresik italainkat. Rendkívül finom gyümölcsös italokról van szó, hiszen proseccóról beszélünk, ami egy bor, csak habzik és buborékos. Ami jellemzi az italainkat az az, hogy gyümölcsös, nagyon friss, nagyon könnyen érthető, emészthető, és ezért az ember nem csak egy pohárral iszik meg belőle, hanem sokszor többet is. Igen, Észak-Olaszországból érkezik, Veneto tartományból. Ez Velencétől északra található. Egy több generáció óta borászattal, borokkal foglalkozó családi vállalkozás készíti ezeket az italokat. Prosecco szőlőből, más néven Glera szőlőből. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy csak és kizárólag akkor hívhatunk egy italt Prosecco-nak, ha adott területről és adott szőlőfajtából készül. Ezt az olaszok nagyon figyelik, és a Prosecco terméktanács ezt nagyon-nagyon komolyan veszi. Tehát magyarok nem tudnak ilyet készíteni. Jó helyen vagyunk, hiszen a Villa Medici az nem csak nevében hasonlít a Villa Sandihoz, hanem hát ugye az olasz életérzést próbálja megtükrözni. Szerintem ez egy nagyon jó ómen, hogy így mondjam. Hát így indult ez a dolog, remélem, hogy jól fogunk vizsgázni az első fellépésen. Ezt az olasz borvacsorát, ezt úgy találtuk ki, hogy mind egy fantasztikus estét szerettünk volna létrehozni. Az idő nem volt túlságosan kegyes hozzánk, igazából a teraszon itt a Villa Medici kertjében terveztük, hogy egy kis olasz trattoria jelleget adjunk neki, és kint lettek volna az asztalok, kis lampionokkal. Hát sajnos ez majd egy legközelebbi alkalommal valósítjuk meg, de tulajdonképpen a Villa Sandi hozza a különleges proseccókat ma este, illetve Dino Pavan a díszvendége ennek az esnek, aki egy olimpiai bajnok kalapácsvető, egy olasz úriember, aki Magyarországon él, és fantasztikus hangulatot tud varázsolni. Egy csodálatos hétfogásos menüvel készültünk hozzá proseccókkal, úgyhogy csak jól lehet ez az este. Megkerültek ide ezek a motorok, illetve az autó? Igen, erre külön készültünk, ismerősök szájhagyomány útján terjedt, és jöttek. Tehát indult az én kis Veszpámmal, utána érkezett Steffi a Motomorinivel, és utána a fiát is megérkezett mára, úgyhogy mindenki úgy szívesen csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Megint, hogy mit kell kicserélni, mert ugye azt mondja, hogy gyerünk vatera, bőrzék, lomisok, minden haverok, kinek milyen van, és ugye a motorhoz a sisak lengyel piac, 100 forint, esküszöm 100 forint volt, de olyan, hogy helyetetlen, és az én nagy tök fejemben is, és ez tökéletes, tehát ez így, nem sérül. Nagyon jó, fantasztikus. Hogy ez szenyőleg tartó. Aztán, amikor elmegyünk egy bőrzére, vagy bárhová, és mit használsz? Vagy valamit használsz? Azt szeretem, az
az oda megyek, most megrúgom és elindulok. De tavaszra is. Télen is, hidegben is, mínuszban is, Kusztályban. Van más is. Kettő, illetve 9-et akartam, és én megvettem mind a 9-et, hogy mind a 9 olyan kobakvágót az elején, hogy szekény ülegyet, a rezsusvágót. És megvettem a 9-et, legyártottam a vasat, tehát külön elem, veszel minden, lefes, és azt mondtam, hogy 9-et fényültem. Aztán rájöttem, hogy egy motorot tudok ülni, és 4-4 megálltam. Meg lehet, hogy egy motorra 4-500 ezer forint azért, volt mindazban a 2 millió, úgyhogy mondtam, hogy ennyit én nem kérem akarra, de megérte. És nem magamnak csináltam, ez a legjobb, hogy belemondtam a kamerába, de szép Böpi. Most olyan jó, hogy beszéltük az egyik, hogy olasz motor, hogy ne, hát gyerő. Én büszke vagyok rá. Az SDS vendége Dino Pavan valóban jó hangulatot tud teremteni, hiszen nem csak az atlétikában, hanem a gasztronómiában is jártas. Pavandino-nak hívnak. Az országban jövök. És 6 éve itt lakok Veszprémben. Bolognából jön. Az arany időkben vívott a sportolt. Bajnoknak az időben nemzetközi kalapácsot bajnok volt. És itt van Magyarországon vettem, és nagyon jól érzi magát, nagyon jó emberek vannak itt. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Torni Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Erről az italról annyit kell tudni, il fresco, ha jól tudom, annyit jelent, hogy il fresco, hogy friss. Friss, igen. Ennyi az olasz tudásom egyébként. De, de legalább van, igen. Az il fresco, friss, az azt jelenti, hogy meg kell inni. Tehát ezt az italt leszünetelik a szőlőt, palackozzák, és abban az évben meg kell inni a bort. Nagyon érdekes, hogyha egymás után kóstolunk száraz, extra dráj és brűt italt, akkor lehet érezni azt, hogy atya ég, tehát a száraznak titulált italt is édes. Pedig nem édes, tehát az egy édes pesgőz, vagy egy édes borhoz képest is bizony még mindig száraz. Egészségügyre. Col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Però vuoi te sportot, mi ve foglalkozott. Quando hai lasciato lo sport, cosa facevi? Quando ho lasciato lo sport mi sono messo a lavorare e mi sono sposato. Cosa facevi, che lavoro facevi? Lavoravo la cortina e facevo gli infissi in alluminio. Infissi in alluminio. Porte, finestre in alluminio. E sono andato a lavorare lì perché lì ero già occupato, anche perché io ho fatto lo sport, però non lavoravo, però loro marcavano sempre la cartolina, se no ero considerato un professionista. Ero considerato un professionista, che non si poteva fare professionismo una volta nel sport. Non si poteva fare professionismo. Capito? Era professionista. Ecco, quindi.
kedvet kapott ahhoz, hogy egy ilyen, a Villa Medicében rendezett borestán részt vegyen, akkor a képernyőn látható internet címen vegye fel a kapcsolatot az étterem program szervezőivel. Viszontlátásra a Villa Medicében! Un italiano vero.